Éreztem volna ide, hogyha a patkolás után, mennyi baba? Nem éreztem volna rajta valamit. Ugye mindig őt rakom ki elsőnek, tudom, hogy miért. Ő van a padikban, de nem ebbe szokott menni, a Mónijéba, csak most ő is előbb jött. Én már fél ötte talpon vagyok. Mennyi babika, egy kis trottingot? Trott! Szürikém! Ne! Na-na! Apuci! Nem! Nem erre gondoltam. Csak trotting. Úgy, mint előbb, olyan szépen meg. Jó. Na várja a hamikát, gondolom. Már akartam nézni, hogy itt állatorvosi előtt hogy mocorog. Menjél, babi? Csak finoman légy szíves. Nem, épp azt nem ezt akarom, drágám. Nem. Csak ügetés szeretnék, kicsim. Előbb olyan szépen. Szüri! Hagy vegyelek már rá. Ez a nyár, úristen. Igen, kíváncsi voltam, hogy... Na ez az. Na innen azért lehet látni, nem is basztatom tovább. Hopp! Jó van a puci, jó van. Tip-top, tip-top. De nem tetszett ott valami? Jó, gyere, gyönyörűségem. Ő a Mayday fiú, Lóska János tulajdona. Jó van. Lóska Ménes. Hát, így. Jó, nem megyünk többet, kicsim, nem is akartalak. Csak egy kis trapra szerettelek volna megnézni. Mutatod szépen a másik oldaladat? Nem, nézd meg, és nem akarja megmutatni. Az állatorvosok úgy is fogják látni, kicsim. Hát remélem ezt nem, mert lemoslak. Na jó, jön a hamid mindjárt. Olyan hülyék tudnak lenni, én különben úgy beszélek velük, mint a gyerekekkel, de úgy is kell, meg úgy is lehet velük. Huncutok is, a nézésük is, hogy csibészkedni akar, már érzed előre. Amikor éhes, azt is tudom. Nyűgös is, van olyan nyűgös is, igen, akkor ez, akkor ilyen unvilige. Mindegy, hál' Istennek megnyugodtam szépen. Fel akartam ülni rá, most itt valami más van, megtrappolom, de nem lett szükség ennek. Na, elkezdek trágyázni. Nikinél megetettem fönn, kiraktam most már a harmadik lovamnál tartok, roppantok is, padik is kim van, itt kaptak enni, csak amik kim vannak, azok nem kaptak. A szürikénél megnyugodtam egy kicsit, és majd le kell mostanom meg borgatni. Jaj, te! Nem, ezek egy mesét megérnek. Esküszöm, hogy ezen ilyen foltok az életben nem voltak itt nálunk, amióta itt van. Na mindegy. Na ide.